Tudod-e? Miért félnek a macskák a víztől? Néha láthatunk ragadozó macskát vízben úszni, és előfordul, hogy a házi macska is szívesen játszik a vízzel, vagy egy csöpögő vízcsappal, míg a kisebb túcságba is belemászik, vagy tóban halászik a mancsával, ha meglát egy halat. Ám az ilyesfajta játékoktól eltekintve, a házi macska nem igazán lelkesedik azért, hogy fürdőkádban vagy kertitóban fürödjön. Nem mintha nem tudna jól úszni, épp ellenkezőleg. A köziedelemmel ellentétben a macskák nagyon is jó úszók. Mégis kerülik a vizet, mert a bundájuk hamar áttázik, a víztől nehéz és merev lesz, és a vizes szőrzettől a testük is hamar áthűl. Ha esővízgyűjtőbe vagy medencébe potyannak, az életveszélyes lehet számukra, Mancsukkal ugyanis nem találnak fogást a sima peremfelületeken. További probléma, hogy egy kiadós fürdőzés után a jellemző testszaguk is eltűnik, és egy kis időbe telik, mire újra visszatér. Igazi vízi életet csak az indiai halászmacska él, amely kimondottan szereti a vizet.